Február 24-e óta dolgoznak a Magyar-Ukrán határon a Vöröskereszt megyei munkatársai. Segítenek a menekültek ellátásában, étkeztetésében és elszállásolásában. Folyamatosan kapják az adományokat, amelyeket eljuttatnak a rászorultaknak. A szervezet megyei elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, most már inkább önkéntesekre és nem tárgyi adományokra van szükségük túl vagyunk egy három hónapos időszakon. Ilyenkor a, egyrészt a munkatársak is elfáradnak a feladatban, másrészt az önkénteseknek a lelkesedése is egy picit alább szokott hagyni, és ez most már érezhető, tapasztalható. A kezdetektől fogva még annyi változott, hogy mindkét helyen a, a 24 órás ellátás már nem indokolt, a menekültek jó része napközben lépi át a határt, ezért már mi sem 24 órában vagyunk le, tehát ez az önkénteseknek is egy könnyebbséget, jelent, hogy egy nappali ellátást ö, tudunk biztosítani. Egyébként Lónyán főállású munkatársak ö, viszik el a műszakot, ö, Csengersimán pedig ö, szintén a főállású munkatársak, illetve önkénteseket várunk ö, erre a pontra, hogyha még van valakiben lelkesedés, jön a nyári szünet, és szívesen kapcsolódna be ebbe a fajta feladatellátásba, akkor, akkor szeretettel várjuk, mert szükség van. A menekültek támogatása mellett végzik hagyományos feladataikat, például például a véradás megszervezését is a megyében. Ebben a munkában segíti a szervezetet a Kölcsei Televízió is folyamatos híradásaival. Ezért idén az év média támogatója díjat adományozta a megyei szervezet szerkesztőségünknek. Azt gondolom, hogy a Szabolcs megyei Vöröskereszt az nagyon, nagyon áldott állapotban van abból a szempontból, ahogyan bennünket a, a helyi, a megyei média körbevesz, hiszen nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki egymással az elmúlt évek során igazándiból nincs olyan eseményünk, nincs olyan hírünk, amit, amit ne osztana meg a, a helyi sajtó, és ez számunkra nagyon nagy dolgot jelent, hiszen a megye minden pontján tudnak így arról, hogy mi történik a Szabolcs megyei Vöröskeresztben. A nyári időszakban a szabadságolások miatt kevesebb a véradó. A megyei szervezet azt tervezi, hogy ebben a három hónapban is megjelennek minden olyan rendezvényen, ahol véradásra buzdíthatják a résztvevőket.